Egyre több európai országban tüntetnek a mezőgazdaságból élők. Németországban több mint egy hónapja, Romániában két hete tartanak a megmozdulások. Mostanra pedig Franciaországot, Litvániát, Görögországot és Lengyelországot is elérte a tiltakozási hullám. A gazdák azt nehezményezik, hogy a szigorodó szabályok miatt folyamatosan nőnek a költségeik, miközben egyre kevesebb támogatást kapnak. Csütörtökön már hajnalban traktorok sora zárt le egy forgalmas utat Párizs közelében. A tiltakozók elsősorban az extrém módon megnövekedett költségeik miatt tüntettek. A francia gazdák országszerte útblokkádokat állítottak fel, emiatt a fuvarozók az alsóbbrendű utakra kényszerülnek, ami jelentősen lassítja az áruforgalmat. Ha ez a helyzet tovább súlyosbodik, ahogy most látjuk, lehet, hogy abba kell hagynunk a munkát, mert nem fogunk tudni megbirkózni a nehézségekkel, mondta egy fuvarozó cég vezetője. A dél-franciaországi Ázsemben a tiltakozók trágyát és szalmabálákat, valamint autógumikat halmoztak fel a kormányhivatal épületénél, majd meggyújtották a rakást. A rendőrség több embert őrizetbe vett, a tűzoltók pedig késő estig küzdöttek a lángokkal. Franciaország az Európai Unió legnagyobb mezőgazdasági termelője, így a párizsi vezetés már dolgozik egy új törvénytervezeten, amellyel a gazdákat segíteni. Gabriel Attal kormányfő pénteken egyeztet a mezőgazdasági és a környezetvédelmi miniszterekkel a tervezett intézkedésekről. Francia gazdák egy csoportja egészen Brüsszelig elment, hogy a megnövekedett költségeik miatt tiltakozzanak. Egy kékre festett, 12 csillaggal díszített tehenet akasztottak fel egy munkagépre az Európai Parlament épülete előtt. Egyre szigorúbb előírásokat szabnak kiránk, másrészt viszont a termékeinket nem védik. Egyre több mindennek kell megfelelnünk, ami jelentősen növeli a költségeinket, miközben egy globális piacon versenyzünk, ahol a legolcsóbb nyer, magyarázta egy francia gazda. Lengyelország több pontján is útblokkádokkal tiltakoztak a mezőgazdaságból élők. A gazdák helyzetét leginkább az Ukrajnából érkező olcsó, de a helyi szabályozásnak nem megfelelő termények rontják. Nem csak gabona áramlik nagy mennyiségben a lengyel piacra, de szárnyas hús és cukorrépa is. Követeljük, hogy a cukorrépára is vezessenek be embargót, ahogy azt korábban Szlovákia és Magyarország is tette. Szerintem Lengyelország lesz a következő, amely lezárja Ukrajnával közös határát, nyilatkozta a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnöke. A lengyel kormány főszerdán igyekezett megnyugtatni a gazdákat, azt mondta, már dolgoznak a helyzet megoldásán. Donald Tusk hozzátette, hétfői kijevi látogatásán is egyeztetett a problémáról az ukrán vezetéssel. Két hete kezdődtek a tüntetések Romániában, ahol az olcsó ukrán gabona behozatala csak a gazdák egyik problémája. Tiltakoznak a kötelező gépjárműfelelősség biztosítások drágulása és az üzemanyag jövedék kiadójának növekedése ellen is. De komoly fennakadásokat okoznak a demonstrációk Németországban is, ahol a több mint egy hónapja tartó gazdatüntetésekhez a fuvarozók és a vasutasok is csatlakoztak. Csütörtökön az Európai Unió párbeszédre hívta a szektor szereplőit, és egy az agrár-élelmiszeripar helyzetéről szóló konferencia kezdődött Brüsszelben. Mindannyian érezzük, hogy változásra van szükség, és hogy új utat kell találnunk, valamint közös és tartós megoldások kellenek a problémákra, fogalmazott nyitó beszédében Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke szerint párbeszédet kell folytatni arról, hogyan emelhető a gazdálkodók életszínvonala, vagy miként lehet fenntartható a mezőgazdaság és versenyképes Európa élelmezési rendszere.